A humán papillóva vírussal folytatjuk, ami mindannyiunk számára egy nagyon ismert betegség, és itt van már velem a stúdióban dr. Lukács Ady Edina, az Országos Onkológiai Intézet nőgyógyász szakorvosa. Jó reggelt kívánok! Jó és reggelt. Dr. Takácsi Nagy Zoltán, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató helyettese. Jó reggelt kívánok! Ugye a humán papillóvan vírus elsősorban inkább a hölgyeket érinti, de természetesen a férfiaknál is, hogyha jól tudom, ez már egy ismeretes betegség. Hogyan ismerjük fel a tüneteket, mik az első tipikus tünetek, és hogyan tudunk tenni a vírus ellen? Igen, a humán papilloma vírus egy alapvetően bőr-bőr kontaktussal terjedő fertőzés, legkönnyebben a szexuális együttléttel fertőződhetünk meg. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy magának a fertőzésnek, hogyha egy magas rizikójú HPV fertőzésről van szó, ami azt jelenti, hogy a HML változások, daganatos megbetegedések kialakulása szempontjából jelent magas rizikót, annak nem feltétlen lesz még tünete. Nyilván a tünetek az már egy manifesztálódó betegségnek a jelei lehetnek. Éppen azért szoktuk azt javasolni, hogy legyünk proaktívak, és már idejekorán ismerjük föl, hogyha ha ott van ez a fertőzés, ami problémát okozhat, és ezért szoktuk javasolni a HPV alapú szűrést, ami ugye egy szekundár prevenció, tehát egy másodlagos megelőzési lehetőség. Primár megelőzési lehetőségként pedig jó szívvel javasoljuk a HPV elleni védőoltás felvételét, ami ugye a 7. korcsoportban már hál' Istennek egy nagyon jó lefedettséggel rendelkezik, viszont javasoljuk akár egészen 55 éves korig nők és férfiak terén egyaránt a felvételét. Igen, nagyon fontos a védőoltás, és nagyon fontos, hogy tehetünk a HPV ellen, de mi van akkor, hogyha valaki elzárkózik a védőoltás ellen, és tulajdonképpen ebből a HPV vírusból vagy megbetegedésből komolyabb betegségek is előfordulhatnak. Mi ez a tipikus daganatos megbetegedés? Hát a HPV-ről számos, ugye HPV-nek is számos altípusa van, ezek közül a 16-18-as az, ami leginkább fontos, egyrészt a méhnyakdaganatok kialakulásában, másrészt a fejnyakdaganatok közül is a szájgarat daganatok kialakulásában, itt a 16-os vírusnak a szerepét kell kiemelni. Mindenképp ez ugye az egyetemen bizonyított, hogy azok a páciensek, illetve nem páciensek, azok az emberek, akik HPV oltásban részesültek, azoknél gyakorlatilag minimálisra lehet csökkenteni ezen daganatok előfordulását, és ezért is van, amint a kolléganő is említette már, Magyarországon 2014-től a lányok számára, 2020-tól a fiúk számára is elérhetővé vált ez az oltás. És ezzel egyrészt ugye a méhnyakdaganatok, amikről azt kell tudni, hogy a fejlődő világban, fejlődő országokban, például Indiában még az első a halálozásban a méhnyakdaganat, Magyarországon már kb. 80%-os a lányoknak az átoltottsága, de ennek, hogy ez manifesztálódjon, ez kb. Még 10-20 év kell, hiszen ezek, amikor ki tud alakulni a daganat, hiszen ez 13 éves lányok kapják meg ezt a védőoltást, tehát ez a későbbi évben fog jelentősen csökkenni. Magyarországon szerencsére nem ilyen magas a méhnyakdaganatos halálozás. A szájgarat daganatoknál ott látható egy erőteljesebb emelkedés, itt különösen a 40 év fölötti nem dohányos, nem alkoholista, hiszen ez a szájgarat, illetve a üregi szájgarat és felnyaki daganatoknál a legfőbb kiváltók a dohányzás, alkoholfogyasztás, de a szájgaratnál ott egyre inkább, most már azt lehet mondani, hogy 60%-ban itt a mandulára és a nyelv gyök területére gondolok, ott már a HPV okozta daganat kezd kialakulni, és mondom, főleg fiatalabb életkorba, tehát 40 fölött, és olyanoknél, akikre nem jellemző a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Azt jól értem, hogy akkor egyébként egy 40 év feletti hölgynél is nagyon aktuális a HPV elleni védőoltás? Mert hogy 55 éves korig lehet ezt ugye igényelni. Abszolút. A legnagyobb jelentősége akkor van, hogyha tudjuk, hogy ismerten negatív a méhnyak HPV státusz szempontjából, akkor tudja a legjobb hatást biztosítani a védőoltás. Szoktuk egyébként javasolni meglévő HPV fertőzés mellett is, de nyilván ez egy alapos tájékoztatást igényel, hogy elmondjuk, hogy a meglévő fertőzéssel az oltás nem tud mit kezdeni, hisz ez nem terápiás vakcina, viszont a további fertőzésekkel szemben már véd. Ez a védelem ez nem azt jelenti, hogy nem is fertőződhetünk meg, hanem hogyha megfertőzünk, akkor fertőződünk, az immunrendszer egy gyors
reakciót biztosít, és gyorsabban leküzdjük, minimális az esélye, hogy annak talaján kialakuljon valamilyen súlyos elváltozás. Amikor ebből a human papilloma vírusból kialakul egy daganatos megbetegedés, akkor tudunk-e már, vagyis hát ebben az esetben tudunk-e számokat mondani, hogy körülbelül Magyarországon hányan küzdenek ilyen típusú daganatos megbetegedéssel, és milyen egyébként a gyógyulási esélyek milyenek mondjuk akár egy méhnyakrák esetében? Hát méhnyak daganatoknál körülbelül 1000 új beteggel számolhatunk évente. A halálozási arány az durván a fele, 40-50%-a. A felnyakdaganatok közül, mint említettem, a szájgarat daganat, ami itt fontosabb, ott olyan évi 800 körüli a előfordulás, és szintén körülbelül 50%-a halálozik el ebbe a betegségbe a betegeknek. Itt nagyon fontos, hogy azt kell tudni, hogy a idejébe, tehát a szűréseknek a jelentősége az idejébe észrevett daganatnál egyértelműen gyógyulást lehet elérni, tehát ezekben az esetekben azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag 100%-ban meg tudjuk gyógyítani. A baj mindig avval van, hogyha valaki később megy el, tehát ez a relatíve magas halálozás, de persze úgy is fel lehet fogni, hogy a másik felük meggyógyul, ez a relatíve magas halálozás azért van, mert késő jutnak el az orvoshoz, nagyon gyakran önhibájukon kívül a betegek. Igen, tehát a szűrővizsgálatok fontossága az abszolút elsődleges segítség ebben a helyzetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velem. Köszönjük szépen.